Testületünk fő irányvonala a szlovák őseink által ránk hagyományozott értékek megőrzése, mely a vallási élettel szorosan összekapcsolódik. Ezért is ragadtuk meg a lehetőséget, amikor Magyarország kormányának egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága meghirdette az útmenti keresztek felújítására szóló pályázatot. Több alkalommal végigjártuk Sári város részben és annak külterületén a kereszteket. Az idősebb lakosoktól számos információt kaptunk a kegyhelyeket illetően. Elhatároztuk, hogy lehetőségeinkhez mérten minden rekonstruálásra szóló keresztet igyekszünk megmenteni, a felújításhoz anyagi támogatást szerezni. Küldetésünk első állomásaként most itt állunk, a Sári felső Dabas falu határon lévő keresztnél. A kormányzati támogatáson kívül nagyszerű helybéli vállalkozók segítségével készült el ez a csodálatos, minden elemében új emlékmű. A bőkezű adományért és az operatív munkában való aktív részvételéért szeretnénk köszönetet mondani Garajszky Péternek, aki valóban magára vállalta a feladatok oroszlán részét. Köszönet jár továbbá Sikari Orbánnak és Bozsik Gábornak munkájukért és támogatásukért. Külön köszönjük Virág Istvánné Ilanéni és Sikari Lénárné Ilanéni munkáját, akik oly régóta gondozták a régi keresztet és környezetét, az ünnepekre mindig virággal, koszorúval díszítették. Bízunk benne, hogy a megújult helyen is sokáig számíthatunk gondoskodó munkájukra. Szeretném kiemelni a művész úr nevét is, aki ezt a csodálatos tűzzománc alkotást létrehozta. Köszönjük Pál Sándor úrnak! Ez a kereszt, ami előtt állunk, ennek az elődje előtt én gyakorlatilag gyerekkoromban minden nap eljártam, oda-vissza kétszer, és még utána is nagyon-nagyon sokat. És úgy gondolom, hogy már szinte az életünk részévé vált maga a kereszt, mert nagyon sokszor észre se vettük. Legfőképpen az idő múlását nem vettük észre. Nem vettük észre, hogy az idő vasfoga az milyen mértékben rontotta már ennek a keresztnek az állagát. És nagyon örültem annak a felkérésnek, amit a szlovák kisebbségi önkormányzat tett annak idején, hogy felkért arra, hogy vegyek részt ennek a keresztnek a felújításában. Én nagy örömmel mondtam erre igent, sőt, felvállaltam azt is, hogy részt veszek ennek a keresztnek gyakorlatilag a finanszírozásában is. A gondolatom az volt, hogy egy olyan dolgot kell alkotni, ami hosszú távra lesz egy olyan alkotás, ami tényleg kibírja az időt. Úgy gondoltam, ezt mondtam a kollégáknak, amikor hozzákezdtünk, hogy azt kell megcsinálni, hogy 300 évig itt állhasson ez a kereszt. Köszönöm ezt a munkát Sándornak is, és itt ragadom meg az alkalmat a továbbiakra is, és köszönöm a kollégáimnak, akik velünk együtt dolgoztak, hogy részt tudtak venni, és így dolgoztak benne. Először is Muhari Gabinak, aki a projektnek az összefogója volt a cégben, a lézervágásokat, rajzolásokat intézte, Faldina István Icsi bácsinak, aki a lakatos munkát végezte, ezeket a leperemezéseket és ezeket a pici csipkéket apró kézmunkával hozta létre, Bukowski Lencsi kollégámnak, aki a ragasztást csinálta, és a külső csapatnak, akit már az Évi is említett, Bózsik Gabi, aki a keresztnek a fa munkáját végezte, Sikari Orbán, aki a kertészkedést végezte, Fehér Sanyi és csapata, aki a telepítést és ezt a sok burkolási munkát elvégezte, de ugyanúgy a Kancsár Ferencnek, aki ezt a követ biztosította, a külső követ a szegélyezéshez, és Stokker Tibinek, aki a térkövet biztosította ehhez az egészhez, és természetesen Pál Sándornak a megalkotást, és a Bonyháti Tűzzománc csapatnak is a munkát, és természetesen a szlovák kisebbségi önkormányzatnak, hiszen ez az egész az ő kezdeményezésük. Hochwalen, Bugy, Jézus Krisztus. Jobban tudnám mondani németül, mivel én Svábországból jöttem, de
nagyon meghat ez az alkalom. Nekem mindössze 4 soros kis imádságom van. Nem nagyon hosszan szeretném szaporítani a szót, de azért engedjenek meg néhány személyes megjegyzést egy kereszt szenteléshez. Kétféle hozzáállás van egy kereszt állításának vagy tiszteletének az ügyéhez. Mind a kettőre mondok egy példát. Általunk is ismert és tisztelt Bábel Balázs mondta el, hogy egy bérmálás alkalommal kapott egy gyönyörű virágcsokrot, és elhatározta, hogy a legközelebbi keresztnél, ahol nincs virág, megáll és kiteszi, oda teszi. Jó messzire volt Kalocsától, de egész hazáig nem talált olyan keresztet, ahol ne lett volna virág. Ez a hívő embernek a hozzáállása a kereszthez. A másik történet, temettem, és történetesen úgy adódott, hogy egy utcából szinte szomszédok lehettek 3 embert is egymás után. És egyszer a harmadik temetés után odajött hozzám valaki, hogy hát hogy gondolom, minden temetésen elmondom, hogy imádkozzunk a következőért. Magának ez megéri, vagy mi a feneért mondja ezt a dolgot? Hát azért, mert benne van a szertartáskönyvbe, és ez az, amit a maga kérésére se fogok elhagyni, mert legalább ez az egy mondat mindenkit megérint. A mai ember nem szeret szembenézni a halállal, menekül tőle, például a kisgyerekeket legritkább esetben hoznak el temetésre. Pedig én szerintem, én már kisgyerek koromban minisztráltam, semmi bajom nem lett, pedig akkor még jobban láttuk a halottat kitakarva, meg háztól temettünk és hasonló. Hát én most nagyon szívesen jöttem ezt a keresztet megáldani. Voltak éppen az egész Krisztus követő kereszténységnek a legfőbb üzenete, hogy meghalunk, de utána van élet. A keresztfa egyszer, mint az életfája is. Sok keresztfán ábrázolják is, amikor ilyen felkúszó indákat faragnak a keresztbe, hogy élet jel is legyen rajta, és minden keresztelésnél, minden szentmisénél, de minden egyházi szertartásnál valahogy kiderül, hogy ez a lényeg. A keresztelést Jézus keresztelésével szoktam magyarázni. Jézus lemerült a víz alá, ez a jelképes halála, utána a keresztelő fölemelte, ez a jelképes feltámadása. És a misének a legközpontibb részén mondja a pap ezt a rövid mondatot, hogy íme hitünk szent titka. Nem akarom önöket vizsgáztatni, a keresztelőket mindig levizsgáztatom. Mit tetszenek rá felelni? Most én megfelelek. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Azért az a tapasztalatom, hogy aki kereszteltet, az 90%-ban tudja ezt a mondatot. Mert ez a lényeg, a szent misében is ezt hirdetjük. Nem csak a halált, az nyilvánvaló az ember létünk velejárója, de Jézus éppen azért jött, éppen azért vállalta a halált, hogy megmutassa, hogy le lehet győzni, ő legyőzte. Feltámadott 40 napig. Elég hatásosan bizonyította, hogy él, itt járt köztünk, és ezért számunkra a kereszt, még egyszer mondom, nem csak a halál, hanem a feltámadás is.
Hát ezt kívántam feltétlenül elmondani, hogy a keresztnek meglegyen az a valódi értelme, amiért készítették, részben hát ugye az ősök hagyománya, részben pedig hát egy mai embernek is szóló mondani való. Könyörögjünk! Istenünk, Te szent fiatnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot, áld meg ezt a keresztet, amelyet a Te bőkezűségedből állíthatunk, és töltsd el szívünket szent lelked örömével Krisztus, ami Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Slava, slava na visostiakohu, všetkým ľuďom dobrej vôle pokoj. Chválu zdávame, zdávame vďaku, tak ako v nebesia andelský boj. Tvoj je vesmír, tvoj dých život mu dal. O Bože, Otče, ty nebeský král, nebe vzdám patrí chvála. Tvoj je vesmír, tvoj dých život mu dal. O Bože, Otče, ty nebeský král, nebe vzdám patrí chvála. Všetkým ľuďom nej. Nech im senko jasne svieti každý Boží deň. Nech im sused v láske má, nech im priazeň pokoj dá. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom nej. Uram alt meg ezt a földet, s minden nemzeti. Napot fénye boldogítsa népek életét. Szomszédok közt megértést, szeretetet és békét. Uram, áld meg ezt a földet, s minden nemzetét. Szomszédok közt megértést, szeretetet és békét.